Tegnap az RTL Klub híradóban ugye azt hangzott már el, hogy nagyobb ez a ház, mint amiről eredetileg szó volt. Mert ki beszélt erről eredetileg méretekről? Eredetileg, hogy 398 négyzetméter volt, azóta ugye egy több mint 700, tehát a garázssal, a medencével és a terasszal együtt egy jóval nagyobb területi házról van szó. Ez én biztosan nem mondtam senkinek olyat, hogy az hány négyzetméter, tehát nem tudom, hogy ez kitől származik. Egyébként pedig mindent lehet tudni arról a házról. Tehát lehet tudni valójában azt, hogy mekkora? Lehet tudni azt, hogy miből vettük, lehet tudni azt, hogy ki hogyan segített. Ha jól láttam, akkor a korábbi ingatlan hirdetés alapján már azt is lehet látni, hogy milyen belülről, tehát arról a házról mindent lehet tudni. Remélem, hogy ez ki is elégíti a kíváncsiságot. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem vagyok igazából hajlandó szégyelni magamat azért, mert a szüleim egy élet megfeszített munkájával olyan anyagi körülményeket teremtettek, hogy az mind nekünk, a gyerekeknek, már úgymond, hogy az ő gyerekeinek, meg az unokáiknak is biztos anyagi hátteret biztosít. Tehát én amúgy nem vagyok hajlandó szégyelni, büszke vagyok a szüleimre, akik egy egész életet végig dolgoztak azért, hogy nekünk, a gyerekeiknek, meg az unokáiknak biztos anyagi háttér legyen az életük mögöttése. Már az elején világossá tettem, hogy nagyon széles körű családi összefogás kellett ahhoz, hogy azt a házat meg tudjuk venni, 3 év keresés után szülők jelentősen segítettek, úgyhogy semmi szégyelni vagy takargatni való nincsen. Mi volt meg egy rosszul emlékezett egy részére, hogy ez a 12 millió forint pontosan kiadta? Körülbelül egy órával a miniszteri eskütételem után kérdeztek rá erre a vásárlás forrásaira. Én ott elmondtam, ott valóban egy tételre rosszul emlékeztem. Amint ez eszembe jutott, azonnal szóltam az RTL-nek nyitottan, hogy kérem, itt igen, ezt eltévesztettem. Tehát semmit akargatni valóm nincsen. Azt nem értem igazából, hogy miért nem kérdeztek meg bizonyos dolgokat tőlem. Én elmondtam volna, nagyon szívesen, ehelyett zajlik ez a találgatás, meg ez a politikai lejáratás. Értem én ezt. Kampány van, miniszter lettem, fiatalon meglepő módon lettem külügyminiszter. Értem én, hogy meg kell próbálni lejáratni, de a magam részéről én ezt a témát ebben a formában nem tartom semmilyen módon szégyelni valónak, úgyhogy nagyon örülök, hogy mindenki látta. A politikai karrierjének jelentős része, hogy arról szólt, hogy luxus baloldalról, luxus miatt, fényűző élet miatt támadott más politikusokat, ez képest nem ellentmondásos-e az, hogy most egy ilyen házba költözik? Nézd, a helyzet az, hogy ezt nem magamnak köszönhetem igazából, hanem a szüleimnek, a szülői háttérnek, és ezért egész életemben hálás leszek nekik, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mennyit köszönhetek nekik. De hogyha néhány évvel ezelőtt egy MSZP-s politikus egy hasonló házba költözött volna, ön támadta volna a legjobban? Minden kérdésére válaszol. Köszönjük szépen! Örülök, hogy találkoztunk!